Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt, hát pontot mentett a Komárom a Kassa ellen. Kezdjük az utolsó 10 perccel, mert több történt ott, mint gyakorlatilag az első 80 percen. Radványi Miki, hogy sikerült a kupa eufória után lehiggasztani a kedélyeket? Nem volt egy látványos mérkőzés, hogy láttad? Hát én ilyen mérkőzések után azt szoktam mondani, hogy szemcsöpökre van szükség az embernek. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. A Kassa, ahol van, a játékosai, játékos állományon való kiindulva nem ott a helye. Én azt hiszem, hogy a másik liga legjobb csapata, még ha ott is van a 9. helyem. Azt ma is megmutatták, szóval egy szervezetten játszó csapat, olyan egyenlésekkel, mint Pacsinda, vagy aki a gólt rúgta nekünk, úgyhogy tényleg egy jó csapat. És én valamilyen tartottam ettől a meccstől, mert a szerdai eufória után játékosaimon látom a meccselém, hogy hiányzott az a tűz, nem tudtunk úgy benne a párharcokba, hogy azt elvártam. És tulajdonképpen ami jó érzés már nekünk itt Komáromban, hogy a ellenfelek is úgy jönnek ide, hogy respektálják azt, hogy hol vagyunk. A Kassának eddigi mérkőzését látom, fönn támadtak le, azonnal mentek letámadni, most visszálltak és blokkba védekeztek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy valamilyen szinten tartottak tőlünk. Én azt mondtam, hogy ez egy gólos mérkőzés lesz, végül örök neki, hogy nem egy gólos volt. Hát igen, ott átszervezted az utolsó 8 percbe gyakorlatilag, beküldted azt a Maticsot, aki eddig alig játszott szinte, és hát végül is, ha nem is nyerő ember lett, de legalább mentő ember lett, ott az alaposan átszervezted, hogy a Szőcs Laci is előre jött, és végül is ő harcolta ki a 11-est, a Vabank volt, de ez a Matics, ez honnan jött elő? Ez a Matics tulajdonképpen itt volt eddig is nálunk, úgyhogy... Ismerem, csak az, hogy neked hogy jutott eszedbe most? Hát mert ilyen mérkőzésekre, mikor már tényleg úgy néz ki, hogy elment a vonat, ő azért tud valami olyan passzot beletenni, olyan vagy gólt lőni, nyugalmat a játékban, amire szükség van, és utána átálltunk ki egy csatára, és azt akartam, hogy középpán ő pedig szervezzen. Kristófot kitettem jobbra, úgyhogy, és tulajdonképpen ez már Vabank volt, mert a 92. perc, amikor 11-es harcolsz ki, ami úgy szerintem jogos volt, ez már Vabank volt, örülnek, hogy ez kijött, ez is azt mutatja, hogy a csapatnak van tartása és lelkére. Hát ugye említetted, hogy a játékos keretet a Kassiaknak, megemlítem azért Semrényecet is. Például. 16-osban korlátlan úr, tehát az 5-ösben nem nagyon lehet, a Német Tomi próbálkozott is kapásból szögletből kapura csavarni, tehát azért Semrényec is azért hozzátesz ehhez rendesen. Kétszeres bajnok Szlovákiában, a Trencsinnel, úgyhogy még kupagyőztes, úgyhogy természetesen egy tapasztalat jókapusról van. Szóval azért mondom, tulajdonképpen a Kassának a legjobb kerete, úgy gondolom én a másik ligában. Hát ez a Komárom, ez egy tapad az élbolyhoz, még azért ott vagytok, nagyjából 6 csapat teljesen egyformán áll, és hát a Radványi Miki tudja azt, hogy a Komárom nem 14 tagú, hanem 23, a Matics is igazolta, ugye, és forgatod a játékosokat, tehát valószínűleg ezen a meccsen néhányan kikerülnek a kezdőcsapatból, mert biztos nem vagy elégedett néhány játékossal. Biztosan nem, de éppen most mondtam a játékosoknak, én mérkőzés előtt azt mondtam, hogy ha ezt a meccset behozzuk, akkor kapnak 2 nap szabadot, de úgy érzem, hogy ezután is bementem, és mondtam, az a 2 nap szabad megvan nekik, mert tényleg komoly szérián vagyunk, hol 4 legerősebb csapattal játszottunk, azt lehet mondani, 3 hét leforgás alatt, 4 hét leforgás alatt a Besztercével, Szakolca, Podbrezová, és most a Kassa, és szereztünk 7 pontot, ezt valaki mondta a 4 mérkőzés előtt, hogy ebből a 4 mérkőzésből úgy jövök, hogy van 7 pontom, mosolyogtam volna, most van 7 pontunk, van 20 pontunk, úgyhogy valamilyen szinten meg lehetünk elégedett, természetesen tovább kell dolgozni, van még 7 forduló, és minél több pontot kell szereznünk. Ugye egyedül a Kassa jelentette azt, hogy fel akar jutni, úgyhogy ehhez képest azt mondom, hogy a Komárom szerzett a felültásra esélyes Kassa ellen 1 pontot, úgyhogy gratulálok. Köszönöm szépen, ez így van. Köszönöm.